kikértük közérdekű adatként a dokumentációt. Az energiatéren tartott fórumon Tóth Gergely arról szólt, hogy kevés információ jutott el a lakossághoz a Helikon Park rekonstrukciójáról. A kikért dokumentációból arra következtet, hogy a munkálatok több hónapnyi csúszással zajlanak. Hangsúlyozta, az adatok szerint 2016-ban nyerte a pályázati támogatást a város a park felújítására, majd 2019-ben jelentették be, hogy egy éven belül kész lesz a projekt. 2022. október 23-án átadták a munkaterületet szerződés szerint. Február körül megkezdődtek a munkálatok, de áprilisban eléggé leálltak. Az az indoklás, hogy, de hát ez egy fél évvel később indoklás, hogy veszélyes salakot találtak a sportpályák alatt. Tóth Gergely hozzátette, hiányolják a tervrajzokat is a parkkal kapcsolatban. Többen jelezték, hogy szeretnék látni, hogy hogyan fog kinézni az új terület. A közgazdász úgy véli, vannak olyan részei a projektnek, melyek nem feltétlenül szükségesek. Például szerinte a padoknál elég lenne csak a fa ülőkét cserélni, a betonelemeket nem. Felhívta a figyelmet a fák megóvására is. Bízik abban, hogy felül lehet vizsgálni a további növények kivágásának szükségességét. A fórumon a résztvevők is elmondhatták véleményüket a témával kapcsolatban.